egy ilyen nagyon kis meseszerű hely, mert táncaiban, meg táncanyagában, meg zenei anyagában mindenképpen gyönyörű ruháik vannak, gyönyörű énekeik, és ezt a, hát az ilyen 60-70-es korosztály ápolja már ott, a fiatalok már nem nagyon beszélnek magyarul, akik még ott vannak magyarbőlön, de akik ismerik a magyarbőli táncokat és helyiek, ők nagyon-nagyon nagy büszkeséggel tekintenek a táncanyagaikra, úgyhogy mi is nagyon büszkék vagyunk, hogy ezt a táncanyagot vihetjük színpadra, és hogy ebből mutathatunk meg egy kicsit. Hát én a Jászság Népi Együttes kezei közt nevelkedtem 9 éven keresztül, és hát amit én tudok kint Angliában, azóta tehát nekem is van egy sárpás csoport, mindig a Szétforvigban, és a drága nővérem meghívott egy kisebb kóban előadásra ide köreitekbe. Az egyik táncanyag, amit ti csináltak, az egy gyönyörű magyar bűdi táncrend. Nagyon szépen belefoglaltátok a lassút, a csárdást és a szaporát. Szóval... Kellett, és ez nem. Azért, mert hát nem is tudom. Hát érdekelt, hogy ez miről szól, milyen, és még sosem néptáncoltam, és gondoltam, hogy jó buli lesz. És hogy tetszett ő? És nagyon jó buli volt, azt kell mondjam. Nagyon megérte, hogy ehhez így csatlakoztam. Én azért táncolok, hogy jó, én a Kincső Néptánc Együttes TM-ben táncoltam Budapest harmadik kerület, csak olyan 9 évet. Telefonszám. Azt nem tudok jönni. Faxok talán. De nagyon imádtam táncolni, és hát ugye kimaradt pár év, aztán hallottam erről a lehetőségre, hogy Glasgow-ban iszonyat jó táncegyüttes van, és ítéltem is mindig el. A mai Szlovákiában. Pálinka. Ufőd.